Közös összefogás, átfogó, komplex javaslat szükséges az almatermesztés problémáinak megoldására. Eskütétel nem háborúra, hanem a béke megóvására esküdtek fel, hangsúlyozta a honvédelmi miniszter az új tartalékos katonák eskütételén Nyíregyházán. Paks 2, a beruházás 8000 dolgozónak biztosít majd munkahelyet, az ezekhez szükséges speciális képzéseket a Nyíregyházi Egyetemen is indítanak majd. Átfogó, ágazati szintű megoldást kell találni az alma probléma megoldására, hangsúlyozta az agrárminiszter Nagykádúban. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Korábban a léalma ára volt alacsony, most pedig az étkezési almái. Ezt mindössze 50 forintos kilogrammonkénti áron vásárolják fel jelenleg a gazdáktól. A hazai almatermés 65%-át Szabolcs megyében szedik le a fákról. Mintegy 12 ezer hektáron termelik a gyümölcsöt a megyei gazdák. Második alkalommal szervezett őszköszöntő almanapot a Szabolcs megyei kormányhivatal a Nagykálótész Kft. Telephelyén. A rendezvény egyik célja, hogy az agrárszakma szereplői és a döntéshozók kötetlenül találkozzanak, és közös javaslatot keressenek az almahelyzet megoldására. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szabolcsi alma az egy mekkora érték. A szabolcsi alma az egyébként minél több ember számára ajánlott a fogyasztásra. Tehát én azt gondolom, hogy a Magyarországon, hogyha több almát fogyasztanának, akkor az nyilvánvalóan az itteni gondokat is tudná orvosolni. És hogyha a jelenlévő közül mindenkinek egy kicsit a hírvivője lesz, azt gondolom, hogy akkor már nagyon sokat tudtunk tenni ezért az ügyért. Nagy István agrárminiszter a rendezvényen kiemelte, a vidékfejlesztési operatív programban 50 milliárd forint értékű pályázati összeg nyílik meg októberben és novemberben. Ebből mintegy 40 milliárd forintot lehet fordítani élelmiszeripari fejlesztésekre, akár az alma ágazatot érintő beruházásokra, hűtőházak vagy almatárolók építésére is. Beszédében azt hangsúlyozta, hogy az almatermesztés problémáinak megoldására közös javaslatot kell találniuk az érintetteknek. A gondunk ott van, hogy ahányan vagyunk, annyiféle megoldási javaslattal is akarunk élni. És igazából az lenne a jó megoldás, hogyha ezeket a megoldási javaslatokat ki lehetne kristályosítani, meg lehetne egyezni, és azt a javaslatot letenni a kormány asztalára, hogy szakmai szempontból mi az a megoldás, amellyel hosszú távon érünk el. A nehéz csak az, hogy azt a döntést, amit ma hozunk, annak a helyessége körülbelül 10 év múlva fog megnyilvánulni. Hiszen mire megnő az az almafa, mire fölépül egy üzem, mire működni kezd. Tehát úgy kell hozni döntéseket a mában, hogy 10 év múlva kezd realizálódni, és fogalmunk nincsen, hogy a következő 10 vagy még 20 év múlva majd, akkor annak milyen hatása is lesz. Ebben a szezonban eddig a léalma alacsony ára volt a probléma, most pedig az 50 forintos étkezési alma ára jelenti az aktuális kihívást a gazdák számára. Szabolcs megyében általában november 1-ig tart a betakarítás, addig nem jön olyan fagy, ami kárt okozhat a gyümölcsöknek. Most jelenleg viszont csak 50%-os a betakarítás mértéke, pedig már augusztus közepétől folyamatos a munka. Vannak olyan termelők, akik úgy takarítják be az almát idén, hogy a fát ki is vágják, közölte a megyei agrárkamara elnöke, ami azért is nagy probléma, mert hosszú évekbe telik pótolni ezeket a fákat. Megoldás lehetne ilyen, mint ahol most vagyunk egy ilyen helyszínen, a megyében több ilyen csomagoló üzem, és a piac kutatás. Hiába lesz ilyen csomagoló üzem, és talán most is az a kulcsa az egésznek, hogy Magyarországon nem forrott ki az, akinek az lenne a feladata, nem is tudnám megnevezni, hogy kinek a feladata Magyarországon, hogy értékesítse az almát. A másik nagy problémának látom, hogy nem tudunk szövetkezni, és nem tudjuk egységesen az áruinkat felkínálni. Mindenki a maga kis problémáival próbál megküzdeni. Még talán nem vagyunk elég érettek ahhoz, hogy azt lássuk, hogy egységesen jobb lenne ez a piaci értékesítés. De remélem, hogy ez az év sok emberben felébreszti azt a hajlandóságot, hogy kénytelen az ő egyéni boldogulása, nem jöhet létre egy közösség boldogulása nélkül.
A szeptember közepén megjelent előrejelzések szerint Magyarországon idén a 10 éves átlagnál mintegy 25%-kal magasabb. 730 ezer tonna almatermés várható. Ennek 25-30%-a étkezési, 70-75%-a ipari alma. A hazai almatermés 65%-át Szabolcs megyében szedik le a fákról, mintegy 15 ezer hektáron termelik a gyümölcsöt a megyei gazdák. Mintegy 7 ezer vállalkozó foglalkozik almával, ha az idény munkásokkal együtt nézzük a számot, akkor pedig a 25 ezer főt is elérheti. Nem háborúra, hanem a béke megóvására esküdtek fel, hangsúlyozta a honvédelmi miniszter Nyíregyházán. A megyeszékhelyen közel 160 tartalékos katona tett esküt, akik a most alakult Magyar Honvédség második vitéz Vattai Antal területvédelmi ezred kötelékébe tartoznak majd. Előjáróim parancsainak engedelmeskedem! Előjáróim parancsainak engedelmeskedem! Alárendeltjeimet jogai tiszteletben tartásával vezetem! Alárendeltjeimet jogai tiszteletben tartásával vezetem! Közel 160 tartalékos katona tett esküt Nyíregyháza főterén. Ők a megyeszékhelyen október 1-ével alakult, mintegy 360 főt számláló második vitéz Vattai Antal területvédelmi ezred kötelékébe tartoznak majd. Az ünnepségen a honvédelmi miniszter úgy fogalmazott, elismerés és köszönet illeti a tartalékos szolgálatot vállalókat, akik a hazavédelmét vállalták munkájuk és tanulmányaik mellett. Benkő Tibor kiemelte, tévedés azt gondolni, hogy Magyarország háborúra készül, és ezért militarizálni kellene a lakosságot. Nem háborúra készülünk, mi csak szeretnénk megőrizni a békét. Azt a békét, amely látjuk, hogy igencsak törékeny és sérülékeny dolog. Hiszen környezetünkben nem is olyan régen háború kezdődött. És háborús folyamat van most is Ukrajnában. Nem is olyan nagyon régen a délszláv válság még komoly veszélyeket, fenyegetettségeket jelentettek a magyaroknak. De a Nyugat-Balkánon a béke továbbra is csak időleges. Azért van ott béke, mert ott vannak katonáink. Benkő Tibor hangsúlyozta, Magyarországon az emberek biztonságra vágynak, és ennek biztosítása mindenkinek a feladata. Azt mondjuk, hogy Magyarország biztonsága természetesen függ többek között a Magyar Honvédség képességétől, függ a szövetséges erők képességétől, de még inkább függ a magyar emberek elszántságától, felkészültségétől, tenni akarásától. Benkő Tibor hozzátette, örömteli, hogy Magyarországon egyre több fiatal van, aki tenni akar a hazavédelme érdekében. Ezt mutatja az is, hogy idén nyáron 42 honvédelmi táborban mintegy 1500 fiatal vett részt. A nyíregyházi ünnepségen részt vett a területvédelmi ezred névadójának, vitéz Vattai Antal altábornagynak a lánya is, aki az ezred új csapatzászlójának a zászlóanyja is lett. 12,5 milliárd euróból épül meg Paks 2. A beruházás 8000 dolgozónak biztosít majd munkahelyet, amelyhez speciális tanfolyamot kell majd elvégezniük a munkavállalóknak. Hangzott el a Nyíregyházi Egyetemen tartott előadásom. Ehhez a Szabolcsi megye székhelyen is indítanak majd képzéseket. Az új erőmű hatékony működése érdekében 1350 állandó lakást is épített a kormány a Tolna megyei településen. Két új, egyenként 1200 megawatt teljesítményű reaktor épül Pakson. A 60 év üzemidejű erőművel megnő Magyarország biztonságos, folyamatos energiaellátása. A meglévő reaktorokat 2035 körül elkezdik lebontani, és a kieső szolgáltatást a két új reaktor fogja pótolni. A beruházás az 12,5 milliárd euróba kerül. Az első reaktor az a terveink szerint 2027-28-ban kezdi meg a próbaüzemet, tehát addig kell fölépíteni. Az építésében körülbelül 8000 munkás vesz részt, és körülbelül 3000 vállalat fog megjelenni az építkezés során.
Magyarország az Orosz Föderációval kötött nemzetközi egyezménynek köszönhetően megkapta azt a lehetőséget, hogy ennek a beruházási összegnek megfelelő munkálatok 40%-ában részt vehet. Ez óriási kihívás a vállalkozásoknak, hiszen olyan nagy összegűek a pályázati kiírások, hogy csak konzorciumban tudják majd megvalósítani azokat. A munkavállalóknak is hatalmas kihívás, ezért az egész országra kiterjesztik a munkavégzéshez elengedhetetlen, speciális képzés elvégzésének lehetőségét. Úgy gondoljuk, hogy a Nyíregyházi Egyetem is egy jó infrastruktúrával, oktatói gárdával rendelkező egyetem, aki képes lesz bekapcsolódni ebben a képzési folyamatba, ezekben a képzési programokban. Speciális tudást kell megszerezniük a résztvevő munkavállalóknak, akár hegesztőkről, csőszerelőkről, vasbetonszerelőkről van szó. A képzések előkészítése már zajlik, 2019 első negyedévében több százan vehetnek majd részt ezeken. A 3 éves felkészítés után lesznek foglalkoztathatóak a munkavállalók Pakson. Az avarégetés során keletkezett ultrafinom részecskék hazánkban évente mintegy 12 ezer ember idő előtti elhalálozását okozzák, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2017. évi jelentése szerint. Ezek a részecskék a tüdőből 20 perc alatt közvetlenül a véráramba jutnak. Ezek az adatok évről évre nőnek, ezért a katasztrófavédelem fokozottan felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy tilos a kerti hulladék égetése. Elkezdett száradni az avar és a lehullott falevél a kertekben. Az egyre hűvösebb idő miatt pedig sokan ezzel kezdenek fűteni. Ez azonban tilos, veszélyes és káros, ahogy a szemét égetése is. A kéményben a lerakódott égéstermék annyira leszűkíti a kémény nyílását, hogy az füst visszaáramlást eredményezhet, így akár füst vagy szénmonoxid mérgezés veszélye is fennáll. Hogyha a szeméttel tüzelnek, az nem csak a levegőt szennyezi és a kémény lerakódását fogja eredményezni, hanem azt is, hogyha például 2 hétig hulladékkal fognak fűteni, tüzelni, akkor a kémény olyan szinten leszűkül, mintha egy egész fűtési szezonban folyamatosan használták volna ezeket a tüzelőfűtő berendezéseket. Egy kupac, vagyis megközelítőleg 100 kg avar égetése annyira káros, mintha 250 régi típusú autóbusz 24 órán keresztül folyamatosan közlekedne. Ez ráadásul értelmetlen is, hiszen a lehullott falevél a fa fajtájától függően hosszabb vagy rövidebb idő alatt dekomposztálható. A szárazgaj pedig jól hasznosítható kerti bográcsozásnál vagy szalonnasütésnél. Belterületen minden olyan helyen tilos ezeknek az avaroknak, összegerebjézett kerti hulladékoknak az égetése, ahol a szelektív hulladékgyűjtés megvan magyarul, biokukák vannak elhelyezve, ezeket a biohulladékokat a tárolóreinkbe kell gyűjteni. Ezeknek az égetése tilos. Azokban az esetekben, ahol nincs még szelektív hulladékgyűjtés, ott a önkormányzati rendelet írja elő, hogy mely napokon és mely szezonban lehet kerti hulladékégetést végezni, de természetesen itt is a tűzgyújtási tilalmat, illetve a tűzgyújtási szabályokat be kell tartani, és figyelni kell azt, hogy mikor van tűzgyújtás, mert hiába engedélyezi az önkormányzati rendelet a szabadtéri égetést, a kerti hulladékégetést azokban a helyeken, ahol nincs szelektív hulladékgyűjtés. Ha tűzgyújtási tilalom van, akkor a tűzgyújtási tilalom javarészt felülírja ezt. A külterületi égetésnél más a helyzet, azt engedélyeztetni kell az érintett katasztrófavédelmi kirendeltségen. Megyénkben 4 településen, Nyíregyházán, Kisvárdán, Mátészalkán és Fehérgyarmaton teheti ezt meg a lakosság. Az engedélyhez meg kell adni például az égetés napját is, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre az oltáshoz. Vannak korlátozások is, például, hogy 2 hektárnál nem lehet nagyobb a terület. Bármit is égetünk, azt minden alkalommal felügyelet mellett tegyük, mert az elmúlt napokban is több olyan esethez hívták a tűzoltókat, amikor kerti hulladékot égettek, és az átterjedt a szomszédtelekre vagy épp melléképületek kaptak lángra. Megyeszerte elkezdődtek az aradi vértanú mártír halála alkalmából tartott ünnepségek. Nyíregyházán az evangélikus nagy templomban középiskolások hallgatták meg Jászai Menyhért alpolgármester ünnepi beszédét, majd az azt követő műsort. Délután a Damjanich szobornál tartottak koszorúzást. A megyei ünnepséget október 6-án 11 órától tartják Kemecsén, ahol Áder János köztársasági elnök mond beszédet. Magyarország, ne feledd halottaidat, mint vádlóid élnek ők. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 159 esztendővel a vérbe folytott forradalom és szabadságharc végzetes napjai után ma is emlékezünk a 13 vértanúra,
és mindazokra, akik a magyar szabadság szent oldalán áldozták életüket a hazáért. De nem csak emlékezünk ma, és nem csak ma emlékezünk rájuk. Nem csupán felidézzük hősünk alakjaikat, nem csak fejet hajtunk emlékezetük előtt az ismétlődő évfordulókon, nem csupán kegyelettel adózunk a vértanúknak, mert a nemzet gyászlapja sokkal többet jelent mindannyiunk számára. Nyolc érmet szereztek a Tunézia nemzetközi kempó bajnokságon az újfehértói versenyzők. Pásztor Ádám és Szabó Tibor Benedek két-két aranyat nyert. Kriston Csaba kétszer állhatott fel a dobogó második fokára. Fazekas Marcell pedig egy ezüst és egy bronzéremmel tért haza Hammamet-ből. Első alkalommal rendeztek a Fekete Kontinensen nemzetközi kempó versenyt, amelyre világbajnoki színvédőként meghívást kapott a magyar válogatott is. Két év múlva a tunéziai Hammamet lesz a világbajnokság házigazdája, így amolyan felvezető rendezvény volt a hat ország legjobbjait felvonultató viadal. A magyarok 11 arany, 12 ezüst és 5 bronzérmet szereztek. A négy tagú újfehértói különítmény 8 medállal vette ki részét az éremesőből. Ez történelmi esemény volt a Magyar Kempó Szövetség naptárában, ugyanis először rendezett Afrika nemzetközi kempó bajnokságot, és Magyarországról 13 harcos került kiválogatva erre a versenyre, ebből 4 újfehértói harcos került be a válogatottba, és nagyon szépen szerepeltek az újfehértói kempósok, ugyanis 4 aranyérem, 3 ezüst és 1 bronzérmet szereztek a nemzetközi kempó bajnokságon. A két aranyat szerző Pásztor Ádám szerint mind a 4 újfehértói versenyző kitett magáért Tunéziában. Hatalmas élmény volt, és tényleg csodálatos helyen voltunk. Képzett ellenfelekkel kerültünk szembe, algírok, tunéziaiak, franciák, portugálok voltak. Örülök, hogy sikerült kijutnom, mert remek küzdelmekben lehetett részem nekem is, meg a többi csapattársamnak is, tanítványaimnak is. Büszke vagyok a magyar csapatra is, és az újfehértőjekre különösen, mert remekül teljesítettünk. Én 2 aranyt hoztam, szemikontakt és fullkontakt versenyszámban, csak küzdelmi versenyszámok voltak most. Tibike is hozott 2 aranyt, a srácok meg 3 ezüstöt, meg 1 bronzérmet hoztak, Fazekas Marci, meg Kriston Csabika, nagyon ügyesek voltak. Újfehértó polgármester elmondta, büszke arra, hogy a kempósok az afrikai kontinensre is elvitték a város hírét. Nagyon nagy lépés, de nem csak a kempó sport történetében, hanem az újfehértó város történetében is, hiszen azért nagyon kevés olyan alkalom van, amikor az Afrika kontinensen egy település megjelenhet a település zászlaja, a települést képviselhetik. Én személy szerint is rendkívül büszke vagyok, de én úgy gondolom, hogy minden újfehértői rendkívül büszke a fiúknak a teljesítményére, hiszen azt is mondhatjuk, hogy a város számára világtörténelmet írtak, hiszen ez a fajta verseny még Afrikában nem került megrendezésre, és 4 versenyzőnk 8 éremmel, én úgy gondolom, hogy azért ez egy tisztes teljesítmény. Az újfehértói kempósok nem sokat pihenhetnek, mivel szombaton a városban rendezik meg a 4. Izsó Mihály emlékversenyt. Október végén Bukarestben, az Európa-bajnokságon, novemberben pedig Miami-ban egy világkupa versenyen léphetnek majd küzdőtére Pásztor Ádámék. Gólgazdag volt a labdarúgó megyei első osztály 8. fordulója, a 8 meccsen összesen 40 találat született. A listavezető Ibrány 4-1-re nyert Csengerben. A második Nagyhalász 8-1-re verte a Gyulaházát, a tiszavasvári Vásárosnamény meccs pedig 4-3-as vendégsikerrel zárult. Nem panaszkodhattak a szurkolók a megyei első osztály legutóbbi fordulójában, 40-szer zörrent meg a háló a 8 mérkőzésen. A Kisvárda 2 Balkány meccs 3-3-ra végződött, a Nagyhalász 8-1-re verte a Gyulaházát, a Mándok-Nyírgyulaj találkozó pedig 1-1-es döntetlennel zárult. A Csenger hazai pályán kapott ki 4-1-re az Ibránytól, a Fehérgyarmat és a Baktaló Rendháza 2-2-re végzett, a Tiszakanyár 2-0-ra múlta felül a Nagyecseret, a Vásárosnamény pedig Tiszavasvariból vitt el a 3 pontot 4-3-as győzelmével. A Tarpa Máté Szalka mérkőzés 3-2-es hazai sikerre zárult. Az első fél idő az elég langyosra sikeredett, inkább csak focizgattunk, mint fociztunk volna. Több gyenge teljesítmény is akadt a csapatban. Máté Szalka szerezte meg a vezetést, ráadásul a 43. percben az egyik belső védőmet ki is állították. Szerencsére szünetbe tudtuk rendezni a sorokat. Elmondtam a fiúknak, hogy én még 10 emberrel is bízom a győzelemben, képesek rá, hogy megcsinálják. Nagyon jó hozzáállással mentünk ki a második félidőre, és sikerült is megfordítanunk a mérkőzést.
A tabella élén az Ibrányál 18 ponttal megelőzve a 17 pontos Nagyhalászt és az egyaránt 16 pontos Nagyecsedet is Nyírgyulajt. A 12 ponttal hetedik helyezett Tarp a következő fordulóban a 3 ponttal utolsó előtti helyen álló Gyulaházához látogat. A papírforma talán győzelmet ígér, a Gyulaháza most egy nagyobb vereségbe szaladt bele Nagyhalászba, viszont ilyenkor ez mindig kétélű lehet ez a dolog. Mi reméljük, hogy nem azt az arcát fogja majd mutatni a Gyulaháza, hogy csak azért is megmutatjuk, és hazaipán mindent megteszünk a győzelemért, hanem egy kicsit megtöri őket ez a vereség, de nekünk igazából saját magunkkal kell foglalkozni, hogyha azt tudjuk nyújtani, amire képesek vagyunk, akkor Gyulaházán is meg tudjuk nyerni a mérkőzést. A 9. forduló további párosítása a következő: Máté Szalka Tiszavasvári, Vásárosnamény Mándok, Nyírgyulaj Csenger, Nagyecsed Kisvárda 2, Fehérgyarmat Tiszakanyár, Balkány Nagyhalász és Ibrány Baktalóránt háza. A 3. forduló jelentette a végállomás Vucsovics Márton számára a 4,6 millió dollár özdíjazású pekingi kemény pályás tenisztornán. A világranglista 45. helyén álló nyíregyházi játékos a 13. helyezett Fognini ellen lépett pályára, és az olasz teniszező megnyerte a mérkőzést. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Átfogó, ágazati szintű megoldást kell találni az alma probléma megoldására, hangsúlyozta az agrárminiszter Nagy Kállóban. Korábban a lialma ára volt alacsony, most pedig az étkezési almái. Ezt mindössze 50 forintos kilogrammonként járon vásárolják fel jelenleg a gazdáktól. A hazai almatermés 65%-át Szabolcs megyében szedik le a fákról, mintegy 12 000 hektáron termelik a gyümölcsöt a megyei gazdák. Nem háborúra, hanem a béke megóvására esküdtek fel, hangsúlyozta a honvédelmi miniszter Nyíregyházán. A megyeszékhelyen közel 160 tartalékos katona tett esküt, akik a most alakult Magyar Honvédség második vitéz Vattai Antal területvédelmi ezred kötelékébe tartoznak majd. 12,5 milliárd euróból épül meg Paks 2, a beruházás 8000 dolgozónak biztosít majd munkahelyet, amelyhez speciális tanfolyamot kell majd elvégezniük a munkavállalóknak, hangzott el a Nyíregyházi Egyetemen tartott előadáson. Ehhez a Szabolcsi megye székhelyen is indítanak majd képzéseket. Az új erőmű hatékony működése érdekében 1350 állandó lakást is épített a kormány a Tolna megyei településen. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták október 5-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket. Hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat internetes oldalunkon is elérik. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. A Kárpát-medence időjárását is meghatározó anticiklon keletebbre helyeződik. A mediterrán térségben található sekély légörvény a szombat délutáni esti óráktól időnként kissé nedvesebb levegőt szállít fölénk. Az előttünk álló éjszaka derült idő várható. Csapadék nem lesz. A délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan derült, napos idő várható. Csapadék nem lesz, a délkeleti szél helyenként megélénkül. Délutánra 21 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás van térségünkben. Vasárnap, illetve hétfőn szakadozott felhőzet lesz felettünk. Hosszabb, rövidebb napos periódusokra is számítani lehet, de elszórtan zápor is előfordul. A következő napokban többnyire kevés felhő, sok napsütés várható, csapadék nem valószínű. A maximum hőmérséklet néhány fokkal meghaladja a sok évi átlagot, és enyhébbek lesznek az éjszakák is.